Nyilván csak véletlen egybeesés, hogy pont február 14-én a szerelmesek napján látogatott a baloldali vezetésű Szentesre Gyurcsány Ferenc. Mi a dolgom? A DK elnökét és Őrsi Mátyás választókerületi jelöltet a Szentes TV Petőfi Caféba kihelyezett stúdiójába várták az érdeklődők és a helyi sajtó képviselői. A politikusokkal Tordai Henrietta szerkesztő beszélgetett. Nem alkuszunk, április 8-án leváltjuk a kormányt, kezdte Gyurcsány a szokásos kampánymondatokkal, és hozzátette. A DK az egyedüli olyan párt a magyar parlamentben, amely rövid időn belül megtöbbszörözte tagságát. Gyurcsány szerint az embereket három dolog érdekli leginkább, az egészségügy helyzete, a bérek és a nyugdíjak. Így az ukrán nyugdíjbiznisz és a határon túli magyarok szavazati jogának kérdése mellett ők is ezzel kampányoltak. Nagyjából egy ciklus alatt meg kell duplázni a béreket, ehhez 15%-os évi béremelést kell, és ugye hát kamatos kamattal megy ez fölfelé, és körülbelül két ciklus kell ahhoz, hogy az a pokoli különbség, hogyha valaki kimegy Ausztriába orvosnak, ott kezdőként keres 750 000 forintot, itthon meg 150-et, az a pokoli különbség elviselhető szintre csökkenjen. Itt nincsen rövid távú megoldás. Tehát aki azt mondja, hogy holnap megduplázom a fizetéseket, azt szerintem nem mond igazat. A tervezett nyugdíjkompenzáció a nagy arányú különbségeket csökkenteni, a rokkant nyugdíjasok esetében pedig újra megnyitnák a méltányossági felülvizsgálat rendszerét, illetve visszaállítanák a nyugdíjprémiumot. Őrsi Mátyás elmondta, példaértékű a DK, a Párbeszéd és az MSZP helyi összefogása. Mindenki mögé állt, még úgy is, hogy az SZDSZ-es alapítónak nincs szentesi kötődése, bár többször elmondta, amennyiben bizalmat kap, ide költözik. A térségnek Őrsi szerint leginkább infrastruktúrális fejlesztésre, a dr. Bugyi István kórháznak pedig pénzre és szakemberre van szüksége. Én az a meggyőződésem, hogy ennek a választókerületnek gazdaságra van szüksége, beruházásra van szüksége, európai kapcsolataim révén ezeket tudom segíteni, de ehhez kell infrastruktúrális beruházás, márpedig amit Farkas Sándor nem csinált meg, azt nyilván megcsináljuk. Őrsi hangsúlyozta, a Jobbikot nem tekinti ellenfélnek. Én a Jobbikkal a kampányalban nem fogok foglalkozni, nekem nem a Jobbik az ellenfelem, az én ellenfelem Farkas Sándor és Orbán Viktor, én velük szemben folytatom a harcot Gyurcsány Ferenccel és a Demokratikus Koalícióval. A DK politikusai szerint óriási probléma Magyarországon a falvak elnéptelenedése. Az emberek rosszkedvűek, félnek és nincs jövőképük. A kormány pedig megoldások helyett gyűlöletkampányt gyártott. Én úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, hogy az emberek, ahol ők maguk akarnak élni, ebbe kapjanak támogatást. És semmifajta népmozgást ebben támogatni nem kell. Ha valaki úgy dönt, hogy menni akar, akkor persze menjen, de támogatni kell a helyben lakást. Az igazi problémát abban látom, hogy az itt élő emberek félnek a jövőiktől, félnek attól, mi történik, akkor az egészségük elromlik, hol gyógyulnak meg, félnek attól, hogy gyerekeik megkapják-e a kellő oktatást, vagy inkább elmennek Németországba vagy Angliába. Nagyon sok mindentől félnek, és közben a kormánytól nem hallanak mást, mint azt, hogy egy 86 éves bácsi rátör ez az országra. Gyurcsány szerint a baloldali összefogás érdekében a DK hozta a legnagyobb áldozatot, ez, ahogy fogalmazott, remélhetőleg április 8-án visszaköszön. A baloldal volt miniszterelnöke elmondta, a kormány leváltásáért a DK a Jobbikot kivéve bármelyik párttal hajlandó együttműködni. 60 helyen nem indulunk el, azért, hogy a végén kialakuljon egy tiszta kép, hogy egy az egy ellen politizálunk. Demokratikus oldalon szerintem összefogálni a rend, a lényeg megtörtént, és abban bízom, nyilván ebben vannak informális konzultációk, hogy a végére a fontos kerületekben, ahol ezen múlhat egy mandátum sorsa, ahol erős mondjuk az LMP, nem az a környék az, tehát nem ezt a környéket fogja érinteni, a Momentum, ott velük is meg fogunk állapodni. Nem fogunk megállapodni a Jobbikkal. Ezen oknál fogva mi azt gondoljuk, hogy mindaz, amit az elmúlt években tett és képviselt, az egy másik világról szól. Végül Gyurcsány Ferenc arról is beszélt, munkáját a közjó elősegítése vezérli, nem ebből él, és nem azért politizál, hogy újra miniszterelnök lehessen.